A videót a notbook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk a következő RP részünkben, és ne felejtsétek el, hogy innentől minden pénteken 16 óra 30-kor jelentkezik ez a sorozat. Hát eléggé izgalmas lesz ez a rész. Sok minden történik benne, igazából a címből már látjátok is, na de nem is húzom tovább a szót. Nézzük akkor ezt a csodálatos videót. A leírásban ott van a notebook.hu linkje is, akik ebben az évben is szponzorai, fő szponzora gyakorlatilag a csatornának, úgyhogy csekkoljatok oda fel. Na, most nézzük a videót. Na figyelj csak, Tobi, írok Taylornak, right? Jó. Kicsit kifehérettél itt. Kifehérettem, igen. Hát ez már csak így működik itt. Lila lett a hajam. Néha villogni fog. Ez ilyen hát szex. Most figyelj, ez most ilyen. Most éppen, ez ahogy látom, nincsen rajtam sapka. Nincs. De a kiszállók van, mert ugye felveszem, mert kint hideg van. Persze. Ott van, aha. Ott is van autóriusan, így van. Hát ez ilyen. Na jó, írjál Taylorra, aztán most már... Csinálom. Kicsapunk a dolgok menetének az állásának. Na írtam neki, és írtam neki koordinátát is küldjön. Majdnem emlékszem. Jó, nagyon jó. Pontosan. Oké. Addig szerintem azért elindulunk arra. Így van. A Stucker nálam, azt lehet, hogy berakom a kocsiba. Miért? Ne hagyja, legyen nálam? Szerintem nyugodtan legyen nálad. Jó, írt a Taylor. Hoppá. Üdvözletem, rendben, mennyi kellene? Gondolom azt hiszi, hogy fegyvert szeretnénk venni. Mond neki, hogy egy se tesó. Írtam neki, hogy munkalehetőségeket szeretnénk, hogy arról volt szó, hogy elvileg van munka. Mm-hmm. Jó lenne, hogy tényleg lenne. Ja. Azt mondja, hogy ó, rendben. Mm-hmm. Alakul a biznisz. Jó van, nem vagyunk már kispályások. Remegnek a karjai, tesó. Jól vagy? Ver a víz. Most változott a hajad, ember, jól vagy? Úristen, ugye mentőt hívok, egy mentőt hívok, hogy villog a hajad, úristen, villog a mentőt. Ember, kajak, ennyire hiányzik a bűn, vagy mi van, hogy így remegsz, tesó? Hova mész, ember? Mi ez, ilyen pótcselekvés, tesó? Azaz. Addig csütök egy kis kolbászt. Ezen rocsog a kolbászt. Először meleg itt a Dacia, úgyhogy itt lehet. Azaz. Mindez egy-kettő. Mennyit kérsz, tesó? Hát tudod, jó, hogy az összeset. Mert hát legalább ilyen három kolbászat az dobjának. Mekkorák azok a kolbik? Hát nem kicsik. E motortérbesítés? Igen. Figyelj csak, Tobi, egy boltban majd meg kéne állni kaját venni. Nem megyünk el? Jó, menjünk, csak menjünk, most csinálom. Ja. Na, hát ennek ennyi volt. Szavasz. Mehetünk. Az meg folyton csak költjük azt a kurva pénzt. Azaz, mostanában nem kerestünk semmit. Nem, abszolút nem. Hát halálunalmas ez a favágó munka. Pedig hiába, hogy nagyon jól keresünk vele, rohadt unalmas ja. A helyzet. Többet akarok, több pénzt. Lehet, hogy elkeseredett, hogy nem pénzt fog kapni, hanem... Azaz. És legosztoznia kell továbbra is, vagy továbbiakban. Kíváncsi, hogy hány ember dolgozhat neki? Na lehet, hogy senki. Hát az a csávó, az a megfigyelő, az esetleg. Az is, az se sokáig egyszer, figyel. Na nem, egyszer volt kedve ránk nézni, aztán utána az nem az. Annyira. Hála jó Istenek, gondolj bele, miket látott volna különben itt, ahogy loserkedünk, meg ahogy gyakuzázunk, meg mit tudom én. Amúgy baszki, rohadjak meg, Tobi, egyébként van tetszik ez a Dacia, de tényleg. Hát nem van csodálom. Van benne valami, így a kaszniában. Mondjuk el lehet benne férni, ugye? Hát, amúgy ja. Nem is tudom, mikor ültem már a sajátomba egyébként, viccen kívül. Figyelj csak, menjünk el fát vágni, mit szólsz? Fát vágni? Hát most valamit szedjünk már addig, vagy nem tudom, dolgozzunk. Ja, kéne valami zsé, igen. Mert annyira nincs pénzünk, hogy akkor ne álljunk már legalább itt, akkor majd ír, aztán majd én írom neki, hogy jó, akkor 20 perc, aztán ja. Elindulunk, ha ír, állunk itt, verjük itt a rénket, semmire. Azaz. Valami történjen, tudom, hogy unalmas, de
szent. Ne, hát kell a pénz, most ez is a, kell, ez is, kell. Ez is a része az életünknek. Meg ott is múzolgathatunk azért az a kollégákkal, az. Mit tudom én, érted, be kell, mert nagyon kevés ismerősünk van még, still, úgyhogy nyomjuk szerintem, valami tényleg legyen, mert most így ez... Az idő pénz! Az a kurva! Kösz! Jó, hát... Ez így nagyon jó. Srácok, ez... Oké. És vajon? Hát, aha. Aha, shift elvel meg tudom tolni. Na, most hirtelen jó lett. Rohadj meg! Tobi, most nálam feka vagy és kopasz. Nagyon jó. Vele, Tobi. Nagyon jó. Te egyszerre kértük le. Abba, egy pillanatba kértük le, srácok, és ez azért történt. Én is 20-at. Jó van, nagyon jó. Hát 180 dollárt így kell elbukni. Na jó, elmegyünk fát vágni. Le is veszem ezt a szemüveget. Ez most nem maradhatott. Na, hát meg is érkeztünk a fatelepre. Figyelj csak, kitaláltam valamit. Na mondja. Azt találtam ki, hogy amíg én megyek a második, illetve harmadik állomásra, addig te nyugodtan nyomd le itt ezt az első állomást. Jó. Én azt csináltam, hogy már összeszedtem a fát, csak errefele néz, figyeld az autót. Jó ötlet, kurva jó ötlet. Na jó van, így akkor jó. Megyek a másodikra. Jó. Na. Na, szeva Tobi, figyelj! Na, haló! Spúzoltam itt egy másik favágóval, ketten vannak a haverjával, most érkeztek nemrég, és hát érdekelni őket egy kicsit a bűnvilága, arról beszélgettünk így átvitt értelemben. Lehet, hogy van két emberként pluszban, és akkor lehet, hogy talán jobban menne a rablás, ha érted. Mondta, hogy találkozunk velük majd a meló után, ők is leadják, és akkor a városba találkozunk velük, biztos. Figyelj csak, rendben, viszont említeni kéne majd, hogy van nekünk eladó fegyverünk. Aztán az... megbeszéljük, gyere majd vissza. Jó, azt beszélünk téma. Róla. Jó, nem telefon téma, jó, mindjárt megyek. Csöcsö. Nem tudom, hogy az Isti vágja. Nekem az ötletem támadt, hogy attól függetlenül, hogy őket érdekli ez a világ, beférkőzünk hozzájuk a tudatukba, és mondjuk nekik, hogy hát tudunk fegyvert 20 000-ért, 25 000-ért. Kis pénzt keresni rajta. Na majd meglátjuk. Na mondja, Tobi. Szóval igazából van eladó, csak drágábban. Aha. Tök mindegy, hogy cimbora vagy nem. Jelenleg. De akkor viszont nekünk nem lesz. Hát, mi megveszünk. Ség? Mi megveszünk olcsóbban. Ah, oké. Okay. Ugye. De jó, figyelj, csak akkor beszélünk velük majd a városba, feldobjuk ezt lehetőségként. Érted, nem is kell köntörfalazni, egyszerűen nem kell találkozó hely, ott helybe, itt a stuki kell, nem kell. Vagy mi, vagy van valami elképzelés? Kicsit misztifikálnád? Hát, az a helyzet, hogy nyilván nem a nyílt utcán kéne, viszont egy 20-asér van, hogyha kell nekik. Azt a gond, hogy konkrét egy órája érkeztek a városba, szerintem nem lesz annyiuk. Akkor gyűjtenek. Adjunk nekik időt rá? Jó, figyelj. Persze, hogyne. Amennyi kell, figyelj. Keresünk rajta 6000 forintot. 6000 dollárt, bocsánat. Jó, figyelj Tobi, én ezt most rábízom majd akkor velük való lekommunikálást ennek, jó? Mert hogy... Jó. Hogy intézd te, neked te ötleted. Jó, oké. Na, és le is nyomtuk a melót. Yeah, mehetünk.
Mehetünk végre én leadni. Jamal már írt is, hogy itt találkoztam, hogy akkor írjunk, hogyha beérünk. Jó, van, leadjuk a melót, aztán pörgetjük a bizniszt. Srácok. Felak ezekkel. Szarba vagyunk. Induljon el a fekete Audi felé. A legjobb kor történt ez, ami történt. Még gondolkodtam is, hogy errefele kéne eljönni, avagy sem. Annyi történt igazából, hogy hát kilőttek az autóból, ami nyilván nem volt felvéve. Az kocsim TK, szóval tiéddel megyünk. Mami, már? Hát Tobi, a bácsi meg. Belém jött előről. Az Isten szerelmére. Egyik kocsi elszállt, mert belém jött egy kibaszott favágó. X6-tal gyere. Katja, jön fel az alagúthoz. Kötözd meg őket, kötözd meg őket. Tobi, jól vagy? Ja. Kurva Isten. Nyugalom már, testvérek. Mi lesz, ha nem nyugszunk meg? Első ülésen elnézést, kiszállnak. Ajajaj. Kinyitom az ajtót önnek, jó? Elraboltak már minket párszor, most már szinte megszokjuk. Na akkor önnek ötösítet teszem a vágó társai mellé. Elengednél, bazd meg, köszönöm. Maguknak mindig a kisembert kell kipécézni. Miért nem a nagyobb halakra mennek, mint például... Mint például? Egy rendőr le, valami... Persze, nézze, tegnap azok voltak a túszok, csak eljárt a pofájuk, szóval most... Gondolom. Nekik van fegyverük, aztán félnek. Hát de most mondja, de nem kell itt beszélni. Uraim, mennyi pénz, beszéljük meg, mennyi pénz kell önöknek, hogy elengedjenek minket? Komolyan kérdezem. Hát mennyit van? Az a kérdés, hogy mennyit kérnének? Hát szerintem 10 000-et adsz, akkor elengedünk, mert a váltságdíjban annyit kapnánk úgy nagyjából. Értem. Jó, hát akkor nyugodtan folytassák a procedúrát. Have fun! De most már csak egy autóval tudnak menni. Más, nyugodjál, mindjárt a másik. Csak nyugi, mindjárt. Hallod, én azt 10 félre teszem, addig vigyázzál rájuk. Jó. Bye. Meséljenek valamit. Hát úgy, uram, hát, az lehet, hogy azt gondolja, hogy felugrott a púzusunk, de higgyel, nem annyira. Tehát jó, nem nagyon. Mindig ezt csinálják. Nem unalmas egyébként? Mennyit töltenek ezzel naponta? Csak ide járkálnak? Nézd meg azt is, beszarok! A kurva életben, de hát a favágó szövetségnek a nevében mondom azt, hogy ott meg kibaszottul meg, hogy megkérdezem. Megnyugszom. Lehet törődj vele, vagy jön. Hol van az X6? Kína az X6 emberek? Érted? Ez egyszerűen hihetetlen. Most ez mit csinált? És ti mit csináltatok ezzel a csávóval? Kussoljál meg téged is előlek? Jó, hogy már lőttek le. Akkor hogy vagy itt? Megsebeztek. Ja, az más. Most is megpróbáltál megölni, de nem sikerült. Aztán csak kiestem, ugye? Hát? Pedig azért gépfegyverre csináltad. Hát azért komoly cucc ez. Hát komoly cucc, de mégsem tudtál megölni. Jó, ugye, tegyél egy ragasztószalagot a pofájukra, és te kussoltasd el őket valahogyan. Hagyjad, ne beszélgessünk meg. Legalább ezt élvezzük. Persze, beszélgessünk. És tesó, te mi volt, hogy nyomod ezt a favágóipart? Én ma mondtam fel a rendőrségnél. Jó, te jól tetted a pár. Nem tud eljönni az X6-ot a kocsit. Megyek oda. Szarom éle az X6-osokat, bazd meg. Hagyja rázba. Nyugodt vagyok, persze. Az egy női SUV, nem? Nézzék is, azt megdumálhatjuk, hogy... Na mit? Hogy a fáért visszajöhetek majd? Azt vigyázzak rá nekem? Hát persze, szárja be a kocsit, vagy nem tudom aztán. Köszönöm, jó. Rakd be őket a kocsiba. Digittem majd. Tessék? Rakd be őket az X-hatba. Oké. És titeket hogy hív? Hát azt nem most fogom elárulni te. Persze! Az maradjon meg így a... Sietünk. Most zabálcsak. Ha túléljük, elmegyünk egyet valahol. Dehogy megyünk? Dehogy meg. Hát srácok. De amúgy ezt nem értem most, ez 500 méteres körzeten nincsen belül? Hát ez... Arrébb kell állnom, nem tudom így belerakni. Ott épp állok vele. Akkor rajta.
Hallottad, Tobi, nem tud belerakni. Az igen. Lassza vezetni még tudsz. Azt minden autó le fog itt robbanni, srácok. Kötözd meg ezt is. Kiként van, melyik azt rak be. Hát őt legalább személyiségét tisztelje már. Ember akkor őt kötözd meg. Nem mindegy. Magunknak mi pénzt érünk, nem kevés pénz. Legalább ne szállt úgy kezeljenek úgy. Várjál, úgy sem mondom, hogy mi a faszom, hogy nem lehet berakni a túszt. Egyébként mindeneket, de ezeket nem lehet. Akkor szálljanak be. Szerintem nem fognak beszállni maguktól. Szerintem meg befognak. Ajaj, miért akkor mi lesz? Hát hogyha megöli, akkor nem kap érte pénzt. Nem. Na látja. Na üljenek csak meg. Üljetek el. Hát akkor gyerünk. Nézze, én meg vagy kirincs el. Hogy? Oldozd el. Most kezdték, vagy mi? Üljetek el. Hát se volt, azt ott szélvadom kibasszák, mert nem állt meg nagy kaliberre. Szállnak jelek előre az autóba? Jó, előre ülő, de jó. Na, élvezheted. Vezet? Vezetek. Vissza kéne... Bankhoz, Bluetooth-tal rácsatlakozhatok a rádióra. Bankhoz? Aha, egyből mondhoz. Oké. Okay. Induljak egyből most? Aha, igen. És vigyázz meg, menjél. Vigyázz meg, kimondok a zsaruk. Vigyázz. Akkor nem együtt kéne menni? Nem. Gyerünk, induljál. Úgy. Nagyon szűk. Hogy lezúzd, gyújt a szűk. Nem egy olcsó autó, mit fog szólni a főnök? Nehogy elmondja majd neki. No, be is forfadt. Ott nem kicsi károk van. Fú, tesó, hát ez... Mi lesz veled? Nem akarsz inkább minket elengedni? Lehet, hogy meg is könnyebb lenne neked is. Hopp. Hoppá, nehogy elkaparjon, mert akkor mi lesz? Gyújj! Nem sokáig lesznek ilyen vidámak el. Jó van. Nehogy Isten, tesó. Figyelj, mi favágok vagyunk. Lenyomtuk a 2-3 kis szilvánkat reggel, úgyhogy pont leszarjuk az egész. Persze. Mert hogy őszinte legyek, már nem először. Tehát hogy annyira megszoktam, még... Mondjuk ennél profibb is volt már, aki elrabolt, úgyhogy hát... Azért még szerintem nagyon kezdők vagytok. És pont ma mondtam fel rendőrségnek, de hogy miért pont ma? Hát azért, mert egy lószart csak kerestél, mondd, váld be bájtja. Azaz. Jó van, na kerestem csak. Hoppácka! Hát még a végén meg... Na, kapjátok el azt is, azaz. Tobi, én kezdek meg őt megkülülni, hát viccel. Tehát én nekem az idegeim már. Jenny. Aha! Tesó! Na hát ezzel sem megyünk tovább. Látszik, hogy nincsen jogosítvány. Na most mi lesz? Fú! Na megyünk lassan. Brutálisan néz ki ez kívülről, hallod? Hogy fog, mit fog a főnök szólni? Hát ezzel már nem fogunk sokáig menni, te sem. Helyenként érünk 10 000-et. Itt van 30 000, erre mindjárt megölünk. Hallod, ennek a javítása több lesz, mint amennyit. Pontosan. Hát mindegy, na. Megy ez így is? Aha, alapvető gebaszok vannak már a motortérből, úgy hallom. Majd mindjárt. Megy ez így is, hagyjuk. Nézd, amúgy én szerelő vagyok ám, hogyha éppen nem favágóskodom. Tehát én tudnék kedvezményt erre, hogyha elenged. Legalább ingyen meg tudjuk csinálni. Mi is. Ismerem ezeket, úgyse fognak elengedni. Mi van olyankor, ha ilyenkor telefonálok, azt nem szabad? Magam után mentem valamelyik nap a rendőrautóval. Nem vették el. Hajj. Nem? Na, akkor jó. Tűha, nem akar fölmenni. Húha! Szerintem majd betolja. Gyerünk! Hisznek hátulra. Tűha. Így szétcseszni egy autót, jó gyerek. Mehetnénk el favágónak, az nem ilyen gyors legalább. Akkor az autó a rendőrség előtt totálkáról. Belém jöttek.
De amúgy ott a rendőrséget. A faágó barátok jött szembe sávba. Azzal nincs probléma. Ki? Hát ön egy kicsit nagyon gyorsan ment, azzal nincsen probléma? Hát sietek, tudja. Ja, igen. Hogy lenne probléma, hogy egy bűnöző, hát nem igen, de amúgy damn. A társa az csak úgy véletlen fordult rám, ugye, hogy én megy túszak ki. Lehetséges. Meg a kedves haveromat, aki több éve ismerek, lelőtték. Na ez akkor hogy van most? Most én itt elkezdek sírni. Na, hát nem megállt a kocsi. Zsebkendő nincs. A kettős tömegű! Hoppá, Tobi! Hogy vagyok? Szevasz! Nem tudom, mi történt. Én nem mentem az X-hattal. Öcsi! Hello! Innen jobb a kilátás! Forog veled a világ! Tétbaszta az egyik favágó az autót, mert szembe sávba jött. Így is oda menjen? Hogy így hogy lesz? Persze, csak így... kicsit gagyi. Na így most akkor hogyan lesz? Dús hajadba tép az ér. Amúgy srácok, az megvan nektek, hogy a melós autóval gyakorlatilag ekkor már felrobbannak? Tehát hogy azok olyan szar kocsikat adnak ott a cégnek, nem igaz. Ez meg még mindig megy. De ezek, amit csinálnak ezt a fovágó autóval, hát ez már rég felrobbant volna. Ja, értem, jó. Hú, de érek a balkhoz, mit kéne csinálni? Elengedi minket. Úgy van. Egy értelmes válasz. Mit csinálják a túszokkal? Hamarosan ott vagyok a banknál. Tegyél le, azt adjál pénzt. Skrrra. Kicsit el kell most hányni. Az magam! Jaj, csak ne hányjál le engem. Kérlek. Úristen, én azt mondtam, hogy hátul van hány ingerem, de most már... Jó. Elég szar itt a műszerfalba. Oj, te! Na, azt most mit csinálok? Figyelj csak! Adok neked most 2000 dollárt, mit szólsz? Ezt engedjünk meg a picsába. Az lófasz. Figyelj, jobban jársz, nem hiszem, hogy te kapod. Nem. Készít annak a 10000-nek fejeg, amit értem. Többet kapsz? Az kemény. Jó fizet. Nem kapsz, és hogyha meglátják az autódat, akkor is. Többet kap tényleg. Akkor még többet. Igen, meglátják ezt a gyönyörűen széttört autót, akkor is. Figyelj csak, 2000 dollár, senkinek nem mondok semmit. Na. Többet kap, ismerem Tiek. Ezt a szakmát. Leadhatod a fát is. Jelentkezzetek. Ajajaj. Hát te már le vagy szarva, tesó. 2000 dollár. Gondolkozz. Ja, Istenem. Figyelj, menjünk el a rendőrség előtt, hogyha a kemény gyerek vagy, akkor tudod. És érted? Akármikor egy gyors hajtást csinálsz, már ott vannak, bazd meg. Most meg sehol semmi. Rendőrök. De amúgy amíg rend. Na mézz be. Ajaj. Jajajajaj. Csór eszek. Aha. Mi a szar történik? Ez mi? Hol testmenü? Itt van a seb. Ez mi? Ezek lent vannak? Én akkor telefonálhatok, nem? Nem tudtok. Hol vannak az emberek? Nem tudom, hogy telefonálhatok-e, vagy ez izé halálokának megállapítás. Ez mi? Levetem a bilincset, mozogjatok. Halló, segítség! Ott van a rendőr, hallod? Én most mit csinálok? Segítség! Lekötözöd őket? Jaj! Leköted őket, hogy már feleslek. Ott egy rendőr.
Ott egy rendőr fent. Nem tudom, hogy történik. Jó, van neki. Jó. Na jó, hát kezdem unni, úgyhogy kezdjünk el valamit csinálni, mert én nem tudom, mi van. Azt mondja, viselkedés. Normális férfi, jó? Ez maradhat? Tudom, nem kezdek el gitározni. Iszunk egy sört. Chillin. Nem kötöztek meg, semmi. Léggitározás? Oh! Jó, vannak ott a rendőrök, vagy nincsenek? Nincs semmi másom! Hát, legjobb elfogultság péntek estére, nem? De mégsem bánom! Kipakoltam azt az embert. Ne énekelj, gyerek! Te énekelsz, fogd be! Ez a ember itt mi a szart keres? Melyik? Van fegyvered? Hol vagytok? Nekem fegyvered? Nincs. Azon a sokkalon kívül nincs semmi. Vagyis hát van egy fegyverem nulla lőszerrel, úgyhogy... Ezt vedd el tőle. Kicsit nehéz akkor... így googolva. Hogy? Aj, jó. Jó, mehet tovább amúgy, de akkor... Hát nem tudom, valamit találjátok erre ki, hogy... Menj le, most mi van, szerintem menj le velük. Na jó, hát menj le velük szerintem, mielőtt kit csinálnak, vagy valami. Figyelj, vigyenek le, hát én elvileg tusz vagyok, ő magam például nem fogok lemenni. Na ide figyeljetek, hogy szaros. Elkezdesz lefele menni, jó? Na gyere, vigyél le! Gyere, te néger! Ne kelljen kétszer mondanom lefele! Ha hallod, legyen már fel valaki, esküszöm! Le foglak lőni testvérem, hogyha nem mész le. Engem meg fel kéne szedni. Admin bá, hogyha nem engedem, most kicsit nem félek a haláltól. Admin bá, szedjél már fel. De lőttem? Hát ne, hát vidd le, bazd meg, hát. De nem akar, nem, mert van rá izéd. De hát, vidd le, akkor is vidd le. Berencsen, most hozzad meg ide nekem. Eljátszok oda. Admin bá, kérem jöjjön be ide. Belenyom, fúrot a faszába. Hát ez mi? Hozd, hadd ide, megfúrozom. Jó, itt lesz ő velem, mit szólsz. Szuper. Emberi pajzs lesz ő. Az vagyok. Hát eléggé egy elbaszott nap ez. Na, az most mi van? Hogy érted? Mikor történik valami már? Hát én jelenleg fúrok. Hát mikor történik? Már megöltek szinte, már van itt egy 20 halott. Ja, csak én nem láttam. Mi van? Admin bár, gyere már, fegyél már fel. Gyere ide! Golyálos. Hát ilyen nincsen, hallod? Remélem tudják, hogy én nem rendőr vagyok és én semmi rosszat nem akarok maguknak. Remélem tudják. Ezt jól mondtad, először az emberi pajzsomnak emberi pajzsa. Mi? Ezt most nem mondja, hogy én élő pajzs leszek. Hát, de... Anya, miért kerülök én ilyen helyzetekbe? Úristen. Szedje már össze magát. Én itt googolok, már tudja mióta. Beszélgetni ugye lehet? Persze, nincs, nem vagy, nincs lekötve a szátok. Csodálatosan vagyok. Okay. Neked van kajád? Tudok adni szívesen. Kinek adhatom? Amikor elveszem. Nem kell. Átadom én, átadom én. Egyet könyörgöm, hagyjon nekem is azt. Oké, van. Elég ennyi. Valamit mondjál már nekik, légy szintén. Nem tud esetleg énekelni? Ja, énekelni. Valamivel, maga, valamivel töltsük el az időt. Ég a gyertya, ég. Már ez a negyedik fúró. Jó, hát, akkor pakoljuk szépen. Mit énekeljek? Még mondnál a fúró kettő. Egyébként megérkezett a túsztárgyaló. Ugye a végére. Jaj, könyörgöm, mentsük ki minket ez az úgy. Ne fosson már ennyire az anyja picsáját. Hallod, nyugi. Én nem fosok, én csak pozitívan látom a dolgokat. Nyugi már, hogy mentsen ki minket. Mennyit? Az nem fog kimenni, az most max meg van léptetek. Kitüntetés jár maguknak, hogy ilyen profik. Jézusom. Engem csak idegesít, amit ez az úriember beszél. Amúgy le tudna ültetni, mert amúgy nyílter is van a lábamon. Adok gészt. Közbe. És hagyd menni a vágás. Erre most hagyd ne válaszoljak. Akkor még nem mehetünk? Elmehettek. Ó. Oh. Akkor szevasztok. Szevasztok.
Na hol vagy? Toxi, mi van veled? Hol vagy? Hát én már kijöttem. Roppant bénák voltak. Hova lett az X-re? És mi történt? Fizettek el? Fizettek érted? Vagy mi történt? Mit tudom én? Nem tudom. Fogalmam sincs. Hol vagy? Figyelj, hogy most Alex-tal itt vagyunk egy mentős, ja, mafia. Téged elrabolta! Valahova, de végül ott nem jöttek ki, mindjárt kiadom a GPS koordinátámat. Figyelj, na igen. Neve? Opera Carlos. Születésév és dátum? 1997-0403. Köszönöm, és kérnék egy jogosítványt. Jó, adom. Jó, el van. Az végé lett volna? Hallasz? Látom. Oké, okay, nekem offline tír. Kettőre van jogosítványa, köszönöm. Hát igazából... Na halló, akkor el tudsz minket vinni? Benyomtam GPS-be, hogy hova kéne. Jó, nem viszem. Maga is favágó, mint én. Szevasz! Tobi, az Isten szerelmi, mi a fasz történt az elő? Nem tudom, borzasztó volt. Na, hello. Uram, Samu vagyok. Köszönöm szépen, hogy megmentette a bár. Mi történt? Mi történt, Tobi? Jó, az a te autód? Nem, sajnos nem az én autóm, képzeld, egyszer csak elfutottunk, amikor ott történt a baleset, baszki, kirepültetek, ugye, mert ott szétbaszta az állat ez az idióta, ott az autót széttörte, kiestetek, és konkrétan ott ültünk még a kocsiban, mennyit, Alex, egy 5 percet, mindig legalább. De várjál, megállt az autó, és szembe ott volt egyben egy rendőrautó, érted? Egyből üvöltöztük, hogy rendőrözés, és bazeg, lesz se szarta, érted, odafutott, elment, rádiózott, aztán kiszálltunk, mert rájöttünk, hogy amúgy simán ki tudunk szállni, mi a szarnak ülünkben, és akkor ránk förmettek ott a rendőrök, hogy na húzzunk innen a francba, úgyhogy persze, mondom, de jó fejek vagytok, öcsém. Zseni. Aztán itt kötöttünk ki. Az igen. Vettünk telefont. Baszki. Uram, vettem telefont újra, itt van, neked is átadom, Tobi, meg gondoltam előre erre is. Na most akkor az van, hogy a favágó telepre kéne elmennünk, bazd meg. Hát most figyelj, én most Alexszal azt beszéltük, körülbelül egy 10 perc, amíg itt szarakodtunk, hogy jó lenne visszamenni, hátra tudunk eltűkozni még az autókat. Az autó, de nem, mm-hmm. nem ott volt, vagy úgy, nem mehetünk vissza, Alex, igaz? Hát... Vagy mit tudom én tudom. Már? Én már itt OC-ben fogalmam sincs már, úgyhogy lehet, hogy hagyjuk a picsába. Hát azért figyelj, teletettük azt az autót, bazd meg. Teletettük, de azért örülnek, hogy élünk, hallod, megvan mindenem, Tobi. Értsd jól, mindenem jó. Megvan. Oké, okay, értem. Azon kívül, hát nem tudom. Figyelj, tehát, hogy... Nálad mi van? És nem volt rá lehetőséged, hogy izé? Dehogy volt, hát... M4-es kaliberrel, meg nem tudom, mikkel rohangálnak, hát hülye vagy, de én sem azért magam ellensége. Zsani. Figyelj csak, Alex itt felvettem ismerősnek telefonont, szóval fogunk beszélni. Megjárt már sok mindent, majd érdemes lesz vele beszélgetnünk azért pár szót, azt gondolom egyébként a jövőben. Uram is magát, hogy hívják egyébként, azt szabad kérdeznem, hogy így a testvérem... Engem? Igen. Carlosnak. Carlos. Nem a szerelő telepen dolgozik? Nem. Ott is volt egy Carlos, nem, Tobi? Mhm. Ez a Carlos. Ó, megörventem. Az autóban neked van csinálni. Én favágó vagyok. Maga is akkor érzi Mit gondol, van értelme visszamennünk még a kocsiért? Hát, ha el tudjuk hozni? Milyen kocsi? Hát a favágó autó, amiből kiszedtek minket. Tele van fával a rohadtérben. 5000 dollárunk basszolta. Ja, hát azokat elvitték. Nice. Tobi, akkor? Egyenként el tudom vinni magukat egyébként, mert sajnos ez csak 2 személyes. Jó, hát akkor... De ott is van, látom egy autó. Van, de az nem a miénk, az konkrétan ja. Itt állt. Igazából a favágó telepre kéne mennünk, itt, ami itt van a városban, az öltözőhöz. Egy ja, pillanat, igen. És jövök. Az öltözőhöz, ja. Akkor én is dolgozok magukkal. Tobi, lehet, hogy el kéne hozni a Dacia-t, nem? Azért akarok, mert... Ja, mert az ott van, ja. Jó, öltöző, ja, köszi.
Na hát innen fogjuk folytatni a következő részben, úgyhogy jövő héten pénteken ezzel kapcsolatban találkozunk. Ne felejtsétek, még egyszer mondom, 16 óra 30-kor, hogyha tetszett, akkor egy lájkot csapjatok a videóra, és iratkozzatok fel, és azt a csöngőt is kapcsoljátok be, mert elvileg akkor kaptok értesítést a videókról. Na, találkozunk akkor jövő héten, de addig természetesen jön még gameplay videó a csatornára. Hello, 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 szavaztok! I saw them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.